Szép jó hajnalt mindenkinek, Torino vagyok, ez pedig az Oxygen Not Included folytatása. Lássuk, miért zuhannak ezek itt le? Ja, nem zuhannak le, csak majdnem úgy néz ki, ahogy a létrán lezugnak. Póznál lezugnak, mintha. Oké. Na, még egy adag lehullik, és megvan a 260. Oké, prioritás. Ez még mindig folydogál. Most már tényleg nem sok maradt. Bár azért ekkora csíkon azért a 40 kiló is egy tetemes összeg. Egy picit még várunk annak föltörlésével és egyéb formájú kezelésével. Hogy áll ez? Elsősorban gold. Azért elég jó tempóban bugyog. Még mindig. Valaki jó fejként kiengedte. Szörnyű barátunkat. Na, úgy látom jelenleg ezt a póznát. Póznát? Nincs pózna, de majd lesz. Határozottan lesz.
Határozottan lesz. Merkel. Na hát azért valamennyire lett kitakarítva itt a különféle zóna és zónák. Nem mind, nem mindegyik, nem mindig. De valamennyire azért sikerült. Ja, hogy ez az a lényeges, nem? Hiába nézem ezt, ami egy másik ágon van, az nem fog infót adni. Gyakorlatilag minden az utolsó cseppig betelt. Na és aztán most jött el az ideje, hogy ezt fölmassuk. Oké. És egy... ki tudja mennyi időig. Ha. Ez egyenlőre így áll. Na, hoznának álltak. Végül is segít. Egy picit. Egyikhez sincs alapanyagunk. Ho! Na azt viszont ki kell szúrni. Azon nincs is mit mesélni. Rengeteg. Értékes nyersanyag van. Nem is csak teória, hanem gyakorlati megvalósításba. Hmm.
egy szép nagy fosszília mező, ami elég értékes ahhoz, hogy nekiálljunk mindenek felett. Na, felét végig húztuk. Ennyi összesen biztos nincs most műanyagból a pótláshoz, de hát elkezdjük, na. Majd ahogy tudjuk. Az legalább ilyen sajnálatos, hogy nem lehet előre kijelölni, mert akkor sokkal egyszerűbb lenne. Na, hát összesen, ha jól látom, kettőre nem maradt, meg kettő kimaradt itt a fő szakaszon, meg még egy 5-6 másik. Na, hát lassan, de haladunk. Az így felé. Mitől függ, hogy tud bugyogni, vagy nem tud bugyogni. Ez nem teljesen tiszta. De mindegy is. Ezt a fosszília csíkot is szeretném kihúzni. Aztán meg itt padló, a plafont behúzni. Szigetelés céljára.
Oké. Megint sikerült egyet nem lehúzni. De mondjuk az már majdnem olyan, hogy na is. A lényeg ez a kettő, meg talán mondjuk ez a három. Rengeteg munkát betanultak végre, de hát azt jellemzően csak a betöltéskor szoktam kezelni, mert nincs hova. No. Kitúr magából még egy darabot. A teljesség kedvéért. Milligrammok. Na, hát a szigetelő fal az részben megépült. Oké, és azt ugyanúgy 8-asra. Akár csak az olajtörlést. Nyilván lassan-lassan bugyog, de nem mindenkinek jobb, ha elfogy. Na hát, lassan kifúrtuk, kifolyt minden vízcsepp. Egyébként jó is, mert hogy elfogy, mert ez megtelt. Ez a tározó megtelt. És éppen hogy befért. Mondhatnánk azt, hogy tökéletesre sikerült a méretezés.
vagyok meggyőződve arról, hogy itt minden tökéletes. Egyébként. Na, ott már azért, ha nem is sok, de néhány litert kapkodnak föl. Oké. No. Nem tudom, mennyi van itt. Kellett. Kellett ez itt az utolsó cseppig. Újra lehet tölteni a vacillátort? Hoho. Hoho. Hogy ahhoz vacillátor recharge kellene. Ki tudja milyen és egyéb erőforrásból. Van egy sanda gyanúm, hogy ő tudja legyártani. Hogy ez egy 5 magas létesítmény egyébként. Oké. Na hát megpróbáljuk itt létrehozni az alkalmas helyet hozzá. Na hát ez ilyen végtelen munka és móka.
Na, hát egyenlőre létrehozzuk, aztán majd meglátjuk, mit lehet, mit nem lehet építeni. Van egy sanda gyanúm, hogy itt lesz a vacillátor. Töltés. De... De nem biztos. Viszont akkor... Túrják át, mert lehet, hogy ezekből a tartályokból is kiesik egy-egy vacillátor töltés. Hébe-húba. És ez azért hasznos lenne. Az bizony hasznos lenne. Végtelen épület. Oké. Jó lenne, ha egy kicsit fogyasztanánk itt a ügyet. Legalább azzal a két mezővel. Most ez úgy látszik, picit sok lett. Picit. Nem sokkal, de eléggel. No. Oké. Az olajat föl tudjuk törölni végtelen ciklusba. De utána talán a víz az leér a padlóra, és akkor fölmossuk aprólékként. Ami egy érdekes opció, de működhet. Ugye, működik is. És akkor talán nem az egész trutymót hagyjuk itt. Csak egy részét. Talán egy adagot fölmoshatunk ebből a vízből. Úgy bizony.
szennyvíz egy nem csekély részét föl tudjuk így mosni. Miközben az olajat visszapumpáljuk alulra. No, hát nem is mindegy, de azért sok száz liter helyett csak néhány grammra egyszerűsítettük az ügyet. Elsősorban szerencsével. Nyilván nem tudtuk megoldani, soha nem is fogjuk. Hogy sikerült az oxigén fogyasztásunkat növelni, azt nem tudom. Na, elkészült. Super coolant. Ki? Akkor nem így gyártjuk, vagy nem ilyen egyszerűen. Ez egy reálisabb megoldás, jó eséllyel. No, hát majd meglátjuk legközelebb. Nem mintha bármilyen űrbogyó lenne. Izorezin és mi egyéb. Fullerin, petróleum, stb. Na, már ennyi. Készülgetünk.